Restaurátornak lenni nagy felelősség, de nemes feladat. Rengeteg türelem és alázat szükségeltetik ahhoz, hogy a több száz éves tárgyakkal dolgozzon a mester azért, hogy a bútor régi fényében tündököljön. Erről mesél a Soproni Múzeum fa és bútor restaurátora Olá Rezső a következő bejátszásban. A múzeum a Kőszi Fesztiválján előreegyeztetett időpontban csoportokat is fogad a műhely, így bárki betekinthet a hivatás szépségeibe. Takács, bognár és kovács cétládák az asztalon. Nem új portéka egyik sem. Ez 1827-ből származik, de a másik még ennél is patinásabb. 1696-os dátum szerepel az oldalán. Most ezek a bútorok a főszereplők Olá Rezső restaurátor műhelyében. Minden cégnek volt egy ládája, amiben őrizték a cégnek az értékeit, kiváltságlevelet, pecsétet, pénzt, és ezt nem lehetett akármikor kinyitni, ugye csak akkor, amikor egybegyűltek a C-tagok, és akkor egyfajta szertartásos jellege volt annak, hogy kinyitották a ládát. A kulcsot egyébként a C-mester őrizte. A ládák érdekessége az, hogy általában van egy ládafia, úgynevezett ládafia, és nagyon sok esetben titkos fiókokat is alkalmaznak. Ebben az esetben láthatóak ugyan a fiókok, hogyha ezt majd megnézzük, akkor itt, ezt oldalra mozgatom, akkor ezt ki lehet emelni, és akkor itt vannak a fiókok. És ezt kiúzom, akkor itt hátul van egy ceruzával írt felirat. Az pedig úgy szól, hogy ebbe a becsületes kis társaság az artikulus váltságot rakja, 828-as. Itt most ez a zár, ez egyelőre külön van, de megnézhetjük, hogy még a vasalt rész is gyönyörűen megmunkált. Nagyon sokszor a zárak is úgy működnek, hogy kettő kulcssal nyithatóak. Ez esetben most egy kulcsos a rendszer. Kettő kulcs azért volt érdekes, mert két különböző embernél volt a kulcs, és csak akkor tudták kinyitni, ha mind a ketten ott voltak. Ugye itt ezt a felső rekeszt itt elhúzzuk, akkor itt van ez a úgynevezett ládafiók, és ebben van benne egy kulcsjuk, tehát ezt itt lehetett nyitni. Nem könnyű a restaurátor feladata, sok szabálynak, előírásnak kell megfelelni, de pont ez a szép benne, mondja Olá Rezső. Érdekesség, hogy a restaurátor csak olyan beavatkozást, kiegészítést végezhet el egy tárgyon, ami bármikor és teljes egészében visszafordítható, legyen szó akár ragasztásról, akár festésről. Mindig meg kell felelnünk etikai elvárásoknak is. Ugye a restaurátor szakmában már az 50-es évektől megfogalmazottak bizonyos alapelvek, tehát ugye egy tárgy az egy befejezett mű, ugye? Tehát ahhoz hozzáadni, elvenni belőle nem szabad. Úgyhogy nekünk hát kellő alázat, ugye ehhez kell igazodnunk, ami nagyon megköti a kezünket. Amikor még itt kezdő restaurátor voltam, akkor még úgy féltem is hozzányúlni a tárgyakhoz, mert hát féltem, hogy elrontom, ugye? De hát mégiscsak komoly értéket, ha pénz már nem is feltétlenül kifejezhető, de mindenképpen nagy értékű tárgyak való, ugye a közös, hogy is hívják ezt a örökségünk, közös örökségünk, ezek a tárgyak. Ilyen volt, és ilyen lett. A Soproni Múzeum munkatársát legkedvesebb darabjairól is kérdeztük, köztük van ez a berakásos ládika is. Ottomán birodalomból származik, ez egy nagyon látványos kis darab, és az is nagy munka volt, nagyon izgalmas volt. Több évig tartó munka volt azt is helyrehozni. A Dénesfai kastélyból származik, és hát ott valószínűleg megázott, meg is égett talán, valószínűleg beázott az épület, és hát ez, ugye faanyagnál ez mindig kényes, hogyha ilyen behatás éri. Akkor 14-ben volt ugye az első világháborús kiállításunk, ott volt egy Vashonvéd nevű tárgy, ez egy ember nagyságú, olyannál kicsit nagyobb, nagyon rossz állapotú tárgy volt szintén, 200 kilós szobornak pont az alsó rész volt elkorhadva.
Tehát az, hogy ez biztonsággal kiállítható legyen nyilvános helyen, ez nagyon sok fejtörést okoz, elég sok munkát, de sikerült megoldani. A fa és bútorrestaurátor kapuja megnyílik az érdeklődők előtt is. A múzeumok őszi fesztiválja keretében előre egyeztetett időpontban csoportokat is fogad a Soproni Múzeum. Legközelebb például asztalos tanulók hasonlítják össze az új termékeket előállító asztalos szakma és a múltat megőrző fa és bútorrestaurátor hivatást Olár Ezső műhelyében.